Gellér Gábort, a Szabad Magyarország hangja főszerkesztőjét hallják, aki Nagy Imre felelősségéről beszél. Nyugodtan állíthatjuk, Nagy Imrének volt egy lehetősége, hogy az ország politikai és gazdasági válságának megoldásához az ország nem kommunista rétegeiből is támogatást remélhessen. Ennek az embernek a felelőssége éppen ezért sokkal súlyosabb, mint pártjának sok más tagjáé. Az új miniszterelnöknek felelnie kell mindenekelőtt, hogy az október 23-áról 24-ére biladó éjszakán kifolyamodott a vörös hadsereg beavatkozásáért, és a szovjet katonákat kimenni... Stoimy na granicy, wyciągamy ręce i wielki sznur z powietrza wiążemy, bracia, dla was. Z krzyku załamanego, z zaciśniętych pięści odlewa się dzwon i serce milczące na trwodę. Október 24 és 25-e eseményei körül mesterséges homály tart fennév a rendszer, és ezért a felelősség kérdésére világosan feleletet még nem lehet kapni ezekben az órákban. Nagy Imre még e percekben azt is állíthatja, hogy nem ő, hanem elődjének, a jelentéktelen hegedűsnek kormánya szorította fel beavatkozásra megszálló hadsereget. Ám de ez sem mentő körülmény, mert ez esetben felmerül az a kérdés, hogy Nagy Imre miért vállalt ezt az örökséget. Miért kellett elfogadni a miniszterelnökséget az orosz kuronyok támogatásának, szovjet katonák sortüzének és tankjainak az árnyékába? A miniszterelnöki szék elfogadásával miért kellett neki szolidaritást vállalnia a Muszka vezetés szégyenletes árulásában? Jól tudjuk, azokban a válságos órákban a helyzet Magyarországon teljesen felborult. Az ország és a párt élén álló elemei fejüket vesztették és bőrükért remegtek. A tanácstalanság és fejbetegségeme állapotában mindenki tudta, hogy Nagy Imre kezében van a helyzet kulcsa, és sarokba szorított eltársai mindent megfizettek volna, hogy kirúgta őket a kátyúból. Miért nem kötötte Nagy Imre miniszterelnöki szék elfogadását ahhoz a feltételhez, hogy a kormány és a párt a szovjet beavatkozásnak azonnal véget vessen? Rosną ranne kamienie, prosi woda zabita. Stoimy na granicy, stoimy na granicy, stoimy na granicy nazwanej rozsądkiem i w pożar się patrzymy. Śmierć po drzwiach. 1956. Amelyek talán még századok múlva is emlegetni fognak. Nagy Imre azonban ízig-vérig kommunista, és valószínűleg azt vallja, hogy közömbös, amit magatartásáról a történelem mond, mert a pénz mentesíti az eszközt.